Als nächster Redner hat sich Frau Gemeinderätin Magistra Elna Gashi zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste. Elna Gashi Fajka. 1976. szeptember 3-án született Budapesten. Édesanyja magyar, édesapja egyiptomi, osztrák politikus, a zöldeknél. Fajka Bécsben, Simmeringen nőtt fel, és 1994-ben érettségizett a Gänzendorfi Bundesreál gimnáziumban. 2003-tól az Universität Wien Bécsi Államtudományi Egyetemen tanult. 2008-ban megkapta a Joanna Donald díjat. A Joanna Donald díjat 2004 óta olyan fiatal női tudósoknak ítélik oda, akik a nők számára atipikus területen kutatnak, vagy feminista témákban dolgoznak. Fajka a master tanulmány 2009-ben végezte el, diplomáját a migráns szexmunkásokról írta. 2015. novemberétől 2019. októberéig a Bécsi Állami Parlament képviselője és a Bécsi Város Tanács tagja, 2019. október 23 óta a Nemzeti Tanács tagja. Fajkát én személy szerint 4 évvel ezelőtt ismertem meg az Állampolgár című film Bécs bemutatóján. Azóta figyelem munkásságát, mert társadalmi problémák mellett felszólal, mint például az emberi jogok, migráció, integrációs és sokszínűségi politika, interszekcionalitás és LMBTQ témák is. A környezetvédelem is fontos neki, szimpatikus, amit képvisel. Szerettem volna őt is megszólítani a sorozatban, de a munkája és családja mellett nem sok ideje van a politikusnak, de március 20-án sikerült az interjú. Ez egy nagyon jó kérdés. Én Ausztriában élek, én itt nőttem fel. 4 éves voltam, amikor a családom kivándorolt Ausztriába. Nehéz kapcsolatban maradni Magyarországgal. Én csak anyukámmal beszélek magyarul, és elnézést is szeretnék kérni, mert tényleg nem beszélek olyan folyamatosan magyarul, és szerintem egy nagyon erős akcentussal is. De a nyelv az nekem valami, ami nagyon speciális, és a család is. Nagyon közel voltam a nagymamámhoz, aki Budapesten élt, sajnos 6-7 éve meghalt, de nagyon közel volt a kapcsolatunk, úgyhogy nagyon szívesen is vagyok Budapesten, most már több éve nem voltam, de ilyen emocionális otthon az nekem. Tényleg, amikor gondolok arra, hogy mi az, hogy otthon, az nekem Budapest. Persze, hogy követem itt Ausztriában, és nagyon közel követjük, mert egy olyan közel kapcsolat van tulajdonképpen a két országnak egymással, geschichtlich is, historikusan is, és az, ami most történik ott, az nagyon nehéz. Nekem is már éreztem már néhány éve is, amikor voltam Magyarországon, hogy máshogy érzem én magam, hogyha Magyarországra érkezek a politikai helyzet miatt. És én azt érzem is, hogy nagyon tudatos vagyok, hogy én, mint egy színes nő, mint egy nem fehér nő, hogyha én ott megérkezek, és mint egy leszbikus nő is, akkor én azt érzem, hogy valahogyan nem olyan biztonságban érzem magam. Tudom, hogy a politikai helyzet egy olyan, hogy emberek ellen, mint én vagyok, agitál. És ez egy nagyon nehéz helyzet, mert én persze a legjobbat akarom, és kívánom Magyarországnak, és a magyaroknak is, de ez a politikai helyzet most szerintem nagyon ronti a kapcsolatokat is. Elég fiatalon kezdtem el érdeklődni a politikai helyzetért, de persze nagyon közel volt az én magam identitásomhoz. 19 voltam, amikor elkezdtem európai konferenciákra járni, és ott másokkal találkozni, akik ők is fiatalok voltak, különböző országokból. Arról volt szó, hogy azt megtalálni, ami összeköt minket egymáshoz, hogy nagyon különböző a helyzetünk, különböző országokból jövünk, de van valami kapcsolat is közöttünk. Ilyen munkát én csináltam a civil szervezeteknél, az NGO-kban. 15 évet dolgoztam NGO-kban, az integrációért, a női jogaikért, a rasszizmus ellen, a diszkrimináció ellen, európai színvonalon is, Brüsszelben is dolgoztam egy ideig, és ez a 15 év után valahogyan pályát akartam változtatni, és akkor ki volt írva egy munka, egy job a zöldeknél. Nem volt olyan egyszerű nekem, mert gondolkodtam azon, hogy valahogyan az olyan volt, hogy egy párthoz elmenni, egy politikai párthoz elmenni, az nehéz volt. Akkor is, hogyha a zöldek voltak, és a zöldek egy ilyen jó, oké párt. Sokat gondolkodtam azon, és akkor azt mondtam magamnak, hogy hát oké, meg kell nekem nézni bentről, hogy milyen tényleg. És utána még mindig azt tudom mondani, hogy nem akar
akarom, nem tetszik nekem, kritikus vagyok, de meg fogom nézni. Felvettem ezt a munkát, és elkezdtem csinálni, egy évig csináltam, és akkor láttam, hogy a képviselők, a politikusok mit csinálnak tulajdonképpen, és azt gondoltam, hogy szerintem én is tudnám ezt csinálni. És akkor mondtam, hogy oké, megpróbálom. I ran for office, kandidáltam. Ez volt... most már nem tudom, 6-7 éve, most kb. 5 éve tényleg politikus vagyok, nemzeti színvonalon, parlamentben, és elég jól tetszik nekem. Szerintem a Fridays for Future azért is nagyon fontos, mert fiatalok nagyon benne vannak, ők a képviselők az egész végünknek, a movementnek. Látják, hogy milyen ez a világ, ami az övék, és a jövő is milyen lesz, és milyen jövőben akarnak tényleg élni, és hogy most kell valamit változtatni azon, hogy hogy élünk, hogy a jövő is egy olyan legyen, amiben tudunk egyáltalán élni. Amit láttam az is, hogy a fiatalok összegondolják mindezeket a témákat, mint a migráció például. Ez nem egy téma, ami az oldalon van valahol, hanem ami tényleg összetartozik azzal, hogy hogyan védjük a mi világunkat. Die Rednerin von den Grünen ist Falka Ilner Gashi. The end of meat is here. Das Ende vom Fleisch jetzt. Die Massentierhaltung und ihre gigantischen Mengen an CO2-Emissionen sind einer der Hauptgründe für den Klimawandel. Hogyan hozzuk össze mindezeket a témákat, hogy ez egy zukunftsfrage nekem, ez egy kérdés a jövőről, és a jövő az egyik, az az umwelt, a klíma persze, de ez az emberek is, és az embereket is pont úgy védeni kell, és mind a kettőt egyszerre csinálni, mert hogyha az embernek van egy jövő, de a umwelt nélkül, az majd nem fog sikerülni, és hogyha van egy jövő az ember nélkül, az sem fog segíteni rajtunk. Nehéz volt, de ez egy szép út is volt. Múlt évben a fiunk megszületett, kisfiú, most 8 hónapos. Szerencsének Bécsben lakunk, és Bécs azt mondja magáról is, hogy regenbogenhauptstadt, európai regenbogenhauptstadt, hogy a meleg párok, akik itt élnek, vagy melegek is pár nélkül, hogy tényleg biztonságban érezzék magukat itt, és támogatva a politikai színvonalon is. Én azt tényleg éreztem, mert nekünk is persze el kellett menni a magisztráthoz, bejelenteni, hogy született nekünk egy gyerek, hogy én adoptálni fogok, és ez mind jól sikerült, és tudtam, hogy senki nem fog majd valahogyan elkezdeni velem vitatkozni, vagy valamit mondani, ami kellemetlen lenne nekem. Ez egy nagyon jó érzés volt, és szerintem fontos, hogy ilyen városok léteznek, ilyennek kéne lenni az egész világon. Ez már eléggé sok ideje volt, amikor körülbelül 20-21 éves voltam, és ez olyan etapokban történik, úgyhogy előbb magamhoz volt, akkor 16 voltam körülbelül, utána a barátokhoz, a családomhoz, a munkahelyemen, és ez nem valami, ami egy napon megtörténik, és utána kész, hanem tényleg hosszabb ideig megy, és ez már több mint, nem fogod elhinni, Attila, de több mint 20 éve volt. Nekem ez nagyon fontos volt, hogy voltak, ahol valahol láttam, mondjuk a tévében, vagy a politikában is, más nők, akiről tudtam, hogy ők is olyan helyzetben vannak, mint én. Például a Martina Navratilova, hát mond neked valamit, egy teniszezőt, vagy az Ellen DeGeneres, eléggé ismert amerikai talk show host, vagy itt volt egy politikus is, a 90-es években az Ulrike Lunacek, ő a zöld pártnál volt, és az első nyílt leszbikus tag az osztrák parlamentben. Most nemrég ő volt a viceprezidentin az Európai Parlamentből. Úgyhogy az tényleg segített, és én is azt próbálom most csinálni, hogy nagyon nyíltan élni az életemet, és az, hogy ki vagyok, és hogy élek, hogy milyen a családom, hogy másokat is segít az, hogy látják, hogy lehet politikus lenni, lehet leszbikus lenni és politikus, lehet magyar, egyiptomi, osztrák lenni, és lehet így küzdeni is a diszkriminált emberek jogaiért a politikában. Fontos nekem az antirasszizmus, a rasszizmus ellen dolgozni másokkal együtt. Szerintem az a világ, amelyikben élünk, és az Ausztriában is, Magyarországban, hát még nem annyira, az a diversitét, különbözőség, ez egy realitét, ilyen a világ.
ez itt az életem nekem, persze, de szerintem itt nagyon sokaknak ez az életük itt. Valami legyen, ami normális, igen. Úgy normális, hogy ez nem is legyen téma. De a politikában is a rasszizmus az tényleg valami, amit használnak annak, hogy nyerjenek. Nagyon sok politikai párt úgy csinálja a Wahlkampft, amikor a szavazás jön, hogy az emberek hátján, melyik emberek, akik mások, a migránsok, vagy a muszlimok, vagy a fekete emberek. És ez tényleg valami, ami ellen én nagyon küzdök. És szerintem nagyon fontos, hogyha összejövünk, és ilyen tüntetésen együtt vagyunk, mert akkor érezzük is, hogy nem vagyunk egyedül, hanem hogy sokan vagyunk, támogatjuk egymást, és szerintem fontos is, hogy politikusok nem csak az irodájukban üljenek, hanem az utcán is legyenek. Arról fogok beszélni, hogy a rasszizmus tényleg megvált minket, és nagyon rossz sokszor az, hogy mit csinál. Izolál minket, gyengít minket, nagyon negatív a hatalma. Össze tudunk állni együtt ez ellen, és hogyha a politikának is van egy feladata is, hogy ezt is csinálja, nagyon dolgozok annak, hogy legyen egy nacionális, úgy hívjuk, hogy akciónsplán a rasszizmus ellen. Én ezt beírtam tényleg a Regierungsübereinkommenba, amit csináltunk, amikor beléptünk ebbe a kormányzatba, az legyen és az jöjjön, és ez a civil szervezetekkel együtt megtörténjen. Hogy nekem ez a feladatom, hogy én nem csak azért vagyok a politikában, hogy legyek a politikában magamnak, hanem tényleg én képviselem ezeket a szociális bevégungokat is, és velük együtt vagyok kapcsolatban, és maradok is kapcsolatban, és így vagyunk egymás mögött és mellett. No justice! No peace! No justice! No peace! Black lives matter! Black lives matter! Black lives matter! Black lives matter! Rasszizmus verändert uns. Ha tetszett az interjú, osszátok meg ismerőseitekkel is, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!